áldozat, amit ugye meg kell cselekednünk a Jézus emlékezetére, a kenyér és a bor, természetesen a test és a vérnek a hasonlata. Ezt az áldozatot, ezt méltónak kell lenni ahhoz, hogy elfogadjuk. És megpróbálni egy életet úgy leélni, hogy ezt a talentumot, amit a Jóisten adott, egyre jobban ápolni és kiteljesedni, hagyni, és természetesen rábízni magunkat erre az isteni sodrásra. Azt kell, hogy mondjam, hogy mint minden ember, nekem is voltak olyan kanyaros U-betűim, bohém dolgaim, amiket aztán idősödve szépen lassan elfelejtettem, akár az ételfogyasztással, akár az italfogyasztással, hiszen ezek a templomban tanult dalok, ezek a fülemben csengenek, hogy testnek dőfét törje meg ételes italban hősi fék, tehát ezek a mai napig élnek bennem, és szépen lassan és nagyon finoman bánt velem a Jóisten, és visszataláltam. Természetesen úgy, hogy hitetlen soha nem voltam. Most nagyon várom a szeptember. Én nagyon szeretném, hogyha ebben az életemben történne meg az, ami talán kivezeti a jelenlegi, nem akarok nagy szavakat használni, de jelenlegi kicsit elszabadult lóként viselkedő világot Jézushoz. Ha lesz 2 millió imádkozó magyar, akkor nem féltem a nemzetet. És én ezt nagyon megjegyeztem. Most, ahogy látom, már van 2 millió imádkozó magyar.